Ez itt a Kapos Menti magazin, köszöntöm nézőinket! 13 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők Dombóváron, újra gondolták a költségvetési rendeletet. Szépkorúakat látott vendégül a dombóvári önkormányzat, idősek világnapi megemlékezésen Leblanc Győző is fellépett. Magyar népmese napjanakon, mesemondók, mesekert, gyerekprogramok, táncos fellépők és főzőverseny a hagyományőrző napon. 60 éve alapították a NAKI mezőgazdasági vállalatot, innováció és megélhetés hosszú időre. 13 napi rendi pontot tárgyalt a képviselőtestület Dombóváron. Az év elején betervezett beruházásokat sikeresen befejezték a városban. A járdák és a főtér felújítása még folyamatban van. A városvezetés döntött arról is, hogy a gesztenyefák cseréjek miatt kivágott, előregedett fákból származó árbevételt pedig környezetvédelmi célokra fordítják. A dombóvári képviselőtestületi ülésen 13 előterjesztést tárgyaltak szeptember 28-án. Fontos szempont volt a szeptemberi költségvetési rendelet újragondolása. Ennél még jelentősebb, hogy a likviditásukat megőrizték, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. Ezen túlmenően olyan saját beruházásokat is el tudtunk kezdeni, vagy már akár be is fejezni, amelyet évelején beterveztünk. Nyilván ez is azt támasztja le, hogy gondos volt az előkészítés, és minden forintra nagyon vigyázunk. Azt gondolom, hogy a Kórház utca vasútnál befejeződik napjainkban a járda, főtér felújítása folyamatban van, Garai utcához is tudtunk saját erőt biztosítani, és nyilván vannak olyan apró cseprő beruházások, és milyenkor mindig azt kérem mindenkitől, hogy ezt úgy gondolja végig, amikor apró cseprőt mondok, az 2-4-5 millió forint. Ezeknek a számát megszorozzuk 8-10-zel, akkor már kijön egy olyan volumen, amely azt gondolom, hogy nagyon jó lépték. Azonban ennél sokkal többet szerettek volna elkölteni a városra, amikor 2019-ben azt gondolták, hogy van mire költeni, és van dolguk. De nyilván mindenki előtt ismert a pandémia, vagy ezt követően az ukrán-orosz háború, mert olyan gazdasági helyzetet teremtett, amely megszorításokkal járt az önkormányzatok számára is. Nyilván nem csak a családokban, de az önkormányzatnál is, hiszen az önkormányzat egy nagy család, hiszen azt gondolom 18 ezer emberről kell gondoskodnunk Dombováról, és mi sem vagyunk függetlenek azoktól az eseményektől, amely egész Európában zajlanak napjainkban. Pintér Szilárd polgármester arról is beszélt, hogy a nagy kihíváson, a fákcserék előkészítésének azon munkálatain, amely a főutcában zajlott, sikeresen túljutottak. 5-600 köbméter vadgesztenyefarunk keletkezett, amelyet egy szőlőegyi telepen deponálunk. Ma a képviselőtestület egy előterjesztés tárgyat, amelynek mentén arról született döntés, hogy a főutcában keletkezett rönkök, illetve az Ady utcából keletkező rönkök még együtt fognak képezni 800 ezer köbmétert. Ez kedvezményes áron dombavári lakcímkártyával rendelkező és ingatlan tulajdonosoknak 10 köbméter biztosítunk nagyon méltányos és jutányos áron, hiszen a piaci árnak a tört részéért 10.000 forint per köbméter áron lesz elérhető jövétől ez a fa, 10 köbméter vásárlására jogosult minden ingatlan tulajdonos. Remélem, hogy ezzel is tudunk segíteni azokon az embereken, akiknek nehézséget okozott volna a téli tűzifa beszerzése. A polgármester hozzátette, az ellenzék oldaláról egy osztásra irányuló kérelem érkezett. Azt gondolom, hogy ez a gondolat ma már idejét múlt is demagó, hiszen a város vagyonát nem lehet tékozolni, és azt gondolom, hogy az a bevétel, amely ebből a fa értékesítéséből befolyik, nevesítve volt a határozati javaslatban, és hogy a környezetvédelmi alapba kerül befizetésre, és onnan lesz hasznosítva. Ezekből a fákból származó árbevételt környezetvédelmi célokra fordítják, hangsúlyozta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Szép hagyomány Dombóváron, hogy a helyi önkormányzat vendégül látja a szépkorúakat az idősek világnapjához közeledve. Idén sem volt ez másként, ezúttal Leblanc Győző szórakoztatta a megjelenteket. Óta, október 1-én mindig az idősek világnapját ünnepeljük. Számunkra azt mondom, hogy ez egy meghatározó mérföldkő, hiszen az adventi ünnepsort mondhatnám, hogy itt kezdjük, hiszen innentől fogva lett egy kicsit meghitebb, pátoszosabb az életünk, hiszen nem is vagyunk olyan messze tőle, hiszen nem sokára elkezdjük azt is. Jó,
ezen a napon azt gondolom, minden napjainkban az idősek tisztelete megbecsülése nagyon fontos, és mi mindent elkövetünk Dombóváron, hogy ez az év 365 napján igaz legyen. A rendezvénynaptárunk évről évre bővül azokkal a rendezvényekkel, amelyekben minden generációt várunk és szívesen látunk. Ez a kohézió azt gondolom, hogy elkezdett jól működni, és minden más sem igazolja mindezt jobban vissza, hogy ezek a rendezvények folyamatosan teltházasak, és amikor nem csak korosztályoknak szól, hogy egy-egy korosztály szólítunk, hanem mindenkit, azt gondolom akkor is visszacsatolások pozitívak, hiszen teltházas rendezvényekről tudok beszámolni egész egy folyamán. Nagyon aktívak, ők várják a megszólítást. Nagyon fontos, hogy érezzék a törődést, és ők nagyon hálásak tudnak lenni, és azt gondolom, hogy erőn felül teljesítenek, ha bármit kérünk tőlük. A Magyar Népmese napját ünnepelték a Tolna vármegyei NAK községben. Mesemondók, mesekert, gyerekprogramok, táncos fellépők és főzőverseny is színesítette a hagyományos dőnapot. A rendezvényt az Együtt Attal a Jövőért Egyesület szervezte. Hát így szabadult meg ez az asszony, ettől a csíti. Na de a gazdagságon az megmarad. Éppen zajlik a mesemondás kicsiknek. A régi népmesék mindig gondolkodtatóak, példaértékűek, tanulságosak. Ezek az apró népek most nagy figyelemmel isszák a történetet, és még hozzá is szólnak, annyira beleillik magukat. Az a halálatok, és arra mindig megyünk édesbajót színjel. Csodálatok. Ilyen idegenes volt, hogy tudjuk, hogy csináljuk rá. Hát vászottam még az életének. Úgy tűzött annak olyan erősen, hogy már elég tudta gondolni. Persze a végén mi is kíváncsiak voltunk, vajon mi az, ami ilyenkor tetszik a gyerekeknek? Volt nyuszi is, meg ilyen állatosak voltak, meg ilyen falu történetek, azok tetszettek nekem a legjobban. Azért, mert mókásak voltak, meg mozgékonyak. A mesemondás nem könnyű hivatás, de annál szebb. Vajon miért vállalja fel két hölgy ezt a hagyományőrző értéket továbbadó feladatot? Hajós Erika, a Tekergő Meseösvény Egyesület vezetője és mesemondója beszélt érzéseiről. Ez az érzés minden mesemondóban valahogy másképp ébred fel ez a vágy. Én saját gyerekeimnek kezdtem annak idején mesélni, és aztán elkezdtek egész fiatalon érdekelni a mesék és a mesék útja. És réges-régen valóban az idős bácsik, nénik meséltek, ők voltak a falu mesemondói. Ma már szerencsére elég nagy mozgalommá nőtte ki magát a mesemondás, és egész fiatal mesemondók is vannak már. És mi hisszük, és azt gondoljuk, hogy mindennapjainkban is nagyon-nagyon fontos a mese, és nagyon nagy szükség van a mesére, és nagyon örülünk annak, hogy egyre több mesemondó van, egyre több helyre eljutunk elvinni a mesét, és egyre több iskolába is mesélnek már, és mi nagyon bízunk benne, hogy a családokban is elkezdenek újra mesélni. A Tolna vármegyei Attalán megrendezett Magyar Népmese napi összejövetelre állat és népmeséket hoztak magukkal a mesemondók. Ez mindig a közönségen is múlik, hogy milyen az adott esemény repertoárja, mennyire kicsik a gyerekek, mennyire fáradtak vagy éberek, tudtuk meg a mesemondótól. A hagyományőrző napot az Együtt Attal a Jövőért Egyesület szervezte, céljuk fellendíteni a kulturális életet a faluban. Olyan programokat szervezzünk, ahol minden korosztály megtalálja a neki való szórakozást. Ez a mai rendezvény, ez egy pályázat keretében jött létre. Két éve nyert az Egyesület programszervezésre pályázati forrást,
egy olyan programsorozatot raktunk össze, aminek 4 alappillére: a hagyományőrzés, az egészség, a lelki egészség és a népi mesterségek, és a nagyon sok programon túl vagyunk ezzel kapcsolatban. Ez az utolsó rendezvényünk, ami egy ilyen hagyományőrző nap tulajdonképpen, és a Magyar Népmese napjához is kapcsolódtunk ezzel. Attal a polgármestere reméli, hogy ezt a hagyományt vagy az egyesület, vagy az önkormányzat folytathatja a jövőben. Teljes egészében ezt az egyesület rendezte, és ő is finanszírozta ebből a pályázati forrásból. Ma még érkeznek a Gyöngyös Bokréta Decsi táncegyüttes, táncegyesület, úgyhogy őket nagyon-nagyon várjuk. Ők már tavalyi év folyamán voltak nálunk vendégek, és nagyon-nagyon szerettük őket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó programmal érkeznek. Egy diavetítés, egy régi fajta diavetítővel próbálunk majd még a gyerekeknek kedveskedni a délután folyamán. Nagyon kevés családban van most már ez a nagyon-nagyon régi fajta diavetítő, és úgy gondoltuk, hogy megismertetjük fel a gyerekeket, úgyhogy lesz egy ilyen kis diavetítés, és hát összekötöttük egy kicsit a gasztronómiával, hiszen rendeztünk egy pörkölt főzőversenyt, egy kalácsütő versenyt, és hát hogy a gyerekeket is bevonjuk, és a népmese napjához kapcsolódjunk, ezért egy mesekert építő versenyt is összehoztunk, úgyhogy nagyon-nagyon klassz mesekertek készültek, hát majd ennek a zsűrizése még a nap folyamán folyik. Ezeket a mesekerteket mi sem hagyhattuk ki. Ötletes, szebbnél szebb minikertekben gyönyörködhettünk. A zsűrinek biztos nem volt könnyű dolga. Kettős ünnepet tartottak Nakon a településen működő mezőgazdasági ZRT, ugyanis már több mint 60 éve működik. A cég ráadásul most egy új terménytárolóval bővült. A létesítményben vetőmagot állítanak elő. A fejlesztéssel nem csak a vállalat tett komoly lépést az innováció felé, de a helyi családok megélhetése is hosszú időre biztosítottá vált. Kattogtak a fényképezőgépek a szalagátvágás közben. Volt mit dokumentálni. A Naki mezőgazdasági ZRT telephelyén kormányzati és uniós támogatással felépített terménytárolót adtak át. A beruházásnak köszönhetően a vállalat komoly lépést tett a precíziós mezőgazdaság elterjesztése felé. Az új csarnokban és az ott található berendezésekkel ugyanis szántóföldi vetőmag hibrideket állítanak elő. Vetőmag előállítás szántóföldi növénytermesztés keretében végzünk, tehát szántóföldi növények vetőmagját állítjuk elő. Kukoricát, napraforgót, búzát, árpát, szóját, tehát elég sok az, amivel foglalkozunk. A kukorica az egy olyan tevékenység, amely egy meghatározott zárt rendszerben működik, és nem kerül be ide hozzánk, csak a szolgáltatási részét végezzük el. A többi növénynél pedig a feldolgozás előkészítéséig itt marad a termék, akár nálunk is elképzelhető, hogy a fémzárolás is megtörténik. Ez nyilván a megrendelőnek az igénye szerint változhat, és hogyha a megrendelő igénye az, hogy mi fémzároltassuk le a terméket, akkor mi készen állunk arra a vetőmag manipuláló rendszerünk okán, hogy el tudjuk végezni ezt a folyamatot, a tisztítási, válogatási folyamatokat, és ennek eredményeképpen fémzárolhatóvá válik a megtermelt vetőmag. A hozzáadott értéket kétféleképpen lehet elképzelni. Az egyik egy olyan termék előállítás, amely bizonyos speciális piacot szolgál ki, a másik pedig egy olyan, nevezzük tömegterméknek, ami megkülönböztetett minőségi tulajdonságokkal rendelkezik, ezért meghatározott piacon magasabb értékesítési ára lehet eladni. Vagyis a vállalat a most átadott technikával akár új, a klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodó vetőmag hibridek előállítására is képessé vált. Az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára szerint a jövő az olyan cégeké, mint a Naki, amelyek innovatív, új módszerekkel reagálnak a kor kihívásaira. Ez pedig a kormányzat is támogatja. A vidékfejlesztési programnak 2024-től induló egyik támogatási prioritása a magasabb feldolgozottságú termékeknek piacra jutását szolgálja, beleértve az élelmiszeripari feldolgozás elősegítését is. Ez kiemelt célja a minisztériumnak, kiemelt hangsúlyt helyezzünk rá, és nem csak szavakban, hanem a vidékfejlesztési program erőforrásait tekintve, tehát a támogatásokban is. 2024 első negyedévétől kerülnek meghirdetésre ezek a pályázatok, amelyek azt kívánják szolgálni, hogy a gazdálkodók a piaci versenyben
erősebb pozíciót tudjanak fogni, könnyebben tudjanak helytállni azzal, hogy magasabb feldolgozottságú szintű termékekkel tudjanak megjelenni. A NAKI mezőgazdasági ZRT jogelődjét akkor még termelő szövetkezetként több mint 60 évvel ezelőtt hozták létre. Azt gondolom, hogy én ott voltam azoknál az időszakoknál, amikor a nagyüzemi termelés fejlődése, kialakítása volt a fő feladat. Nem lehet eltekinteni tőle, ez a szocialista társadalmi rendszerben volt, az akkori kor igényeinek és lehetőségeinek megfelelően, de fő cél volt, hogy nagyüzemi termelése, hatékony munkavégzés folyjon. Ez 80-as években azt gondolom a Magyar Mezőgazdaság, de a NAKI Dózsa Szövetkezetnek a tevékenysége is világszínvonalú volt, hiszen olyan értékeink, eredményeink voltak, amelyet országhatáron kívül is megemlegettek. Nyilván a rendszerváltás törést hozott és változásokat, de ez a társaság és a tulajdonosi kör ezeket a változásokat tudta kezelni, és azt a nagy elhatározást, hogy a céget együtt tartja és nem darabolja föl, azt meg tudta valósítani. Ennek eredményeképpen egy tőkeerős, jól prosperáló gazdaságként tudott átmenni ezeken a viharos időszakokon. A vállalat hamar a település és a környék legnagyobb foglalkoztatójává vált, sok ottani családnak biztos megélhetést garantálva. A cég ugyanígy segíti ma is a vidék fejlődését. Erről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Látjuk azt, hogy ez alatt az időszak alatt mennyit változott a világ, milyen politikai, társadalmi helyzet volt akkor, amikor a TSZ-ek létrejöttek, aztán jött a politikai átalakulás, rendszerváltás, ez alapjaiban megrángatta a magyar mezőgazdaságot, csak úgy, mint az egész gazdaságot, ehhez kellett alkalmazkodni. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez a mezőgazdasági cég az elmúlt évtizedekben mindig megpróbált alkalmazkodni a lehetőségekhez, és ami nagy előnye volt, hogy egyben maradtak, még akkor is, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltozott, és így ennek a térségnek az egyik kiemelkedő mezőgazdasági cégje maradt, illetve azzá vált. Egy olyan cégé, ami NAKON például az önkormányzatnak a legnagyobb adóbefizetője. De itteni embereket alkalmazott.